kivétel még be tudott jutni a döntőbe. Hát most ezzel sehol nem lenne egész biztos, ennyit fejlődött a férfi mellúszás. Jöjjön tehát a második középdöntő. A négyes pályán, a legjobbnak járó pályán Gyurta Danit láthatjuk, majd itt van a kép előterében. Ő is kesztyűben érkezik, hiszen kezd lehűlni a levegő itt Athénban. Amúgy csodás a kilátás valóban. Innen az uszodából. És bízunk benne, hogy csodás kilátásaink lehetnek majd holnapra a döntőre is, mert hogy Bodor Richard esetleg és Gyurta Dániel mindenképp ott lesz majd. Délelőtt tehát 2:11:29-et úszott, a régi egyéni csúcs, amit alig egy hónapja az országos bajnokságon úszott, az 2:13:12 volt, majdnem 2 másodpercet javított tehát, és még csak 15 éves, óriási tehetség, és mindenki róla beszél itt az uszodában. Az egyesen az osztrák Podoprigora, egykori VB ezüstérmes még 2001-ből, aztán a világranglista negyedikje, az amerikai Scott Usher, 2:10:90-et is tud ő. A hármason a világcsúcstartó, ugye 2:09:04-jel, Brandon Hansen, százon világcsúcstartóként ezüstérmes volt, és nem mellesleg 2001-ben ő nyerte aztán világbajnoki címét. Dani világbajnoki 14. volt tavaly Fukuokában, és tényleg mindenki csodálkozik, hogy ki ez a magyar fiú. Hát kérem szépen, ő Gyurta Dániel, az a Gyurta Dániel, aki a legjobb idővel került a középdöntőbe. A világcsúcstartó az egyik oldalán, az Európa bajnok Bosszini pedig a másik oldalán. Parád és mezőny, hogy tovább fokozzam a VB ezüstérmes. Ilyen Edmond úszik majd a hatoson. Aztán jön a másik japán, Genki Imamura. Ugye Kitajimát láthattuk, hogy mit tudnak a japánok. A kínai Lang Zhongqian pedig a 8-ason. Ő is nagy egyéni csúcsot úszott. 2:14:61. Régebben alig tudott 2:17-en belül, tehát több mint 2 másodpercet javított. Brandon Hansen és Gyurta Dániel. A jelen és a jövő. Vagy a múlt és a jelen? Danitól a döntőbe jutás nagyon-nagyon szép eredmény lenne. Mondtam, hogy 14. volt tavaly Barcelonában a világbajnokságon. És úgy lett ott 14., ami érdekes dolog, hogy akkor az előfutamból az 5. helyen jutott tovább. Nagy egyéni csúccsal, és mindenki csodálkozott, hogy ki ez a gyerek. Hát most is nagy egyéni csúccsal elsőként jutott tovább, és mindenki csodálkozik, hogy ki ez a gyerek. Akkor délután a középdöntőben 1 másodperccel gyengébet úszott délelőtti önmagánál. Bízzunk benne, hogy most a történelem nem ismétli meg önmagát. Egyébként ahogy kiszállt a vízből, ő is ezt mondta, hogy emlékszik Barcelonára, és nem akarja, hogy az még egyszer megtörténjen vele. A 6. fordult 50-nél, 30,64-jel, délelőtt 30,85-re kezdett, tehát erősebb a kezdés. Nem kell figyelni most még, hogy hanyadik, mert nagyon-nagyon jó a 2. 100 méterre, torony magasan a legjobb volt az egész mezőnyből. Épp az a lényeg, hogy egyrésztről ne engedj el nagyon a többieket, másrésztről viszont ne fáradjon ki az első százon. 1:04:54, 0464 volt délelőtt, tehát nagyjából az a tempó. És most elindul Gyurta Dani, ugyanúgy, mint délelőtt. Ugyanúgy jön, mint délelőtt. Most már utolérte Bosszinit itt egyel alatta. És lassan-lassan ráúszik Brandon Hansenre is. Jesszusom, félelmetes, tényleg félelmetes. Gyere, Danikám, gyere. Ugyanúgy, mint ahogy délelőtt csináltad. Jelenleg a 4. helyen Gyurta Dániel. De az időt elnézve, az jócskán döntőt érhet. Sőt, most már 3. fordul. Továbbra is Hansen elől, aztán Edmond és Gyurta a 3. 1:37:59-el, 1:37:61 volt délelőtt. Egy ugyanolyan hajrát, mint délelőtt, légy szíves, Danikám. És akkor bent leszel a döntőben, hát egyelőre ugyanolyan ez a hajrá. Együtt megy a világcsúcstartó Brandon Hansennel, Gyurta Dániel. Mit együtt megy? Faképnél hagyja a világcsúcstartó Brandon Hansen, Gyurta Dániel.
őrületes, hogy mit tud ez a fiú. Őrületes, őrületes, őrületes. No a célba érkezés. Új magyar csúcs, 2:10.75. 2:10.75-tel a legjobb idővel a döntőben gyúrta Dániel. Hát tessék megnézni, el van ő fáradva. Brandon Hansen gratulál neki. Nem ő gratulál Hansennek, hanem Hansen neki. Gyurta Dániel 2:10.75-tel, és szép volt Dani, ezt lehet hallani a lelátóról. Mit szép volt? Csodálatos, ugyanúgy altatta a mezőny 100 méterig, hogy aztán a végén 600 másodperccel megelőzze az amerikait. 2:11.23 volt Rózsa Norbert magyar rekordja, ezt most már felejtsük el. 2:10.75, Gyurta Dániel, egy 15 éves fiatalember, az új magyar csúcstartó, és a legjobb idővel a döntőben tehát. Hansen volt a második, ebben a futamban Bosszini a harmadik. Ez pedig azt jelenti, hogy összesítésben... Na mindjárt kiírják nekünk. Íme itt van a legjobb idő, elgyúrta Dániel a fináléban. Hansen Kitajima. A világ csúcstartó és a világbajnok mögötte. Azért illúzióink egyelőre ne legyenek. Hiszen mind a kettejükben van tartalék, de hát lehet, hogy Daniban is van. A másik hírem az, hogy Bodor Richardnak sajnos nem sikerült beverekednie magát a fináléban, mint láthattuk, Jim Piper lett a nyolcadik, 2:12.22-vel, kicsit sok volt már a kettes a nyelvemnek, Bodor Richard pedig tizedik, 2:12.76-tal, de nem győzöm hangsúlyozni, új egyéni csúccsal.